Napot, neked is. Na hát. Szép napot, szép napot. Köszöntök mindenkit ebben az Ansi 2 streamben, amiben úgymond a félig multiában vagyunk, a BBS röviden, hosszabban meg a Bus Battalions Simulator. Köszönöm szépen a lúcot, így kezdetnek. Nem rossz sorozat volt a Star Trek. Jó sorozat volt. Place Star Trek. Na. Én bent vagyok egy vállalatban. Ilyen képzeletbeli omsi buszvállalatban. És megnézzük, hogy mi hogy van. Hát van nekem 11.741 euró, az most a mostani idő, dátum és nap. Igen, hát én egyszer összeszedtem egyszer, csak föl kellett tuningolnom magamat, mert szeretnék majd én is egy ilyen saját kis busztársaságot, ilyen képzeletbelit. Én most én ebbe vagyok. Az a jó. Legalább akkor pontosabban tudsz írni. Na, szóval. Itt azt mutatja, hogy a garázsba hány busz van. Most például ebbe a társaságnak 90 négy busza van a garázsban. Mercedes-től kezdve a Volvo-ig van megtalálható, még Solaris is. Még van hull, ami egy szutyokláda szerintem a valóságban. Setra is van. Újman, régiman, Irisbusz, Rainz az egy privát busz, nem tudom mit keres itt, akkor nem ebbe a sorba szoktak lenni a privát buszok. Ebbe szoktak lenni a privát buszok. Hát ugye itt meg mindenki a saját privát buszával van, nekem még nincs privát buszom. És akkor még van itt egy Neoplán is, meg egy Wedel Berghof, és más típusú buszok nincsenek. No. Ó. Most felálltam a gépről. Na mindegy. Na most elmegyünk ide a itt le lehet ülni, és akkor úgymond kipihenheted a vezetéseidet. Magyar szóval itt tartod a műszaki pihenődet, a nagy pihenődet. Na, stand up, please. Itt ugye szoktak lenni a hirdetmények, és itt meg tudod kiválasztani a menetrendeket. Szia, TrueTuber! Ugye itt bónuszpontokat lehet, főleg, hogyha föl is van rá rakva az adott map ugye a játékban. És akkor, ha levezeted, akkor itt ilyen EP-ket kapsz pluszba, amit érdemes gyűjtögetni néha-néha. Hát van nekem egy pár
játék mappom az omsihoz, úgyhogy ja. De most bónusz nem, itt meg a, amit más társaságoknál vagy ennél a társaságnál eldobtak ilyen Szia Gyula! Amit így eldobtak meneteket, túrákat, túrszt, azokat tudod plusz VP-ért csinálni. Hogy a kettő között mi van, azt nem tudom, most ilyenkor tölt a drága. Azt levezeted, és akkor plusz pontokat kapsz. De itt is ugye a fontosak, hogy meglegyen a pálya, fel legyen telepítve a pálya a játékodra. Ugye? De mi most ezen nem megyünk. Ez a Spontaneous Tours, az a Szia Gamer, azaz a társaságnak a pályái. Alzheim Lausanne, ami nekem nincs most per pillfent. AFG Prága Citybus, ez a pálya megvan. A State Break 3 pálya megvan. Rugilbeck pálya megvan. Project Szecin megvan. Lementál megvan. Ez a Kuice, vagy micsoda, nincsen meg. Hafen City megvan. Fitzk Nyi Szecin megvan, Express 9601 megvan, Berlin, az az alappálya megvan, ez a Bondhenhof pálya is megvan, Belgrád nincsen meg, és most a kedves másik játékom most jelezte, hogy megvan a Gold. Winzelburg pálya megvan, Tettau pálya megvan, és az X10 megvan. Batka Life közbe cségózik. Na én azt mondtam, hogy Berlinbe nyomassunk egy vonalat. Oké. Okay. Tucsi bácsi, kedves moderátorom, kiszögezett három dolgot, azt tartsuk be. Na azt mondja, hát akkor megyünk egy 137-est, és fussunk, mondom, fussunk a buszhoz. De miért nem szóltok, hogy a játéknak megint nincs hangja? Vagy halljátok? Nem tudom. Oké. Okay.
stream, basszatyám. Várjál. Na most már elvileg van hang a játéknak. Oké, és oké. Na, elfogadjuk a dolgot. Ó. Hát most én nem intróval jöttem be. Most tölt a játék. Igen, 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 jó, jók a beállítások. Nyomassuk neki. Kíváncsi vagyok, hogy... Írtátok, hogy... Laggol. Oké, és oké. De szerintem nem laggol. Tudom, láttam, megkaptam. Örülök neki. Tudom, láttam, Gyula. Itt... Hát na... Hát még vizet se iszok. Akkor nem iszunk. Azt hiszem, OMFG, hello, köszi. Ja, nem tudom milyen intróról beszéltek, de az jó szám. Az jó szám. És azt hiszem, az nem copyrightos zene. De... Tudosítsatok fel, hogyha másképp van. Az a zene. Mert tudtam, az nem copyrightos a YouTube-on. Amúgy kinek, hogy telt a vasárnapja? Oh my god. Most hova dugom a töltőt? Csak nem le fog merülni a telefon, tucsi. Neked, kinek hogy telt a napja? Amúgy, csak mondom, akinek van Twitch-e, az átnézhet a Twitch-re is, mert a Twitch-en is megy a live.
Oh my God. Tényleg ennyire szar az izé? Biztos. Gamerhardin kívül kinek laggol még? Neked, Tucsi? Hát igen, az OMSI 2 az ilyen sajnos. Szóval mindig világéletben lassan töltődik be. Na. Szaggatok, szaggatok. Na az már ide jobb. De nagyon. Tud csinálod? Oké, és oké. Na, közben gondoltam egyébként, és nem tudom, hogy a nézőknek a nagy része mit szólna ahhoz, hogy csak a Twitch-en lenne a live-ok, és akkor egyéb kisebb videók meg lennének a YouTube-on, és ezt már holnap bevezetnénk. Hogy holnaptól már csak a már csak a Twitch-en lenne a live-ok. Mit szólnátok hozzá? Írjátok meg. Akkor így. Most miért Gamer HD? Legalább.
Hogy mit szólnátok hozzá? Azt mondja, kiválasztjuk a 137-es járatot. Az útvonal Zontág 4, és akkor Bahnhof Falkensee 15:51 kor indulás. Okézzuk. És miért nem bírod a Twitch-et? Mi probléma van vele? Beírjuk a járatkódot. Mondom, beírjuk a járatkód. Tudod, hogy 137.00. Na igen, a streamelésre a Twitch az a legjobb. Az a legjobb. Nekem. De gondolj bele, Twitch-en nincs annyira copyright, mint a YouTube-on. A YouTube-on meg olyan baszott copyright-ok vannak. Nem szar. Különben nem szar a Twitch. Nem szar a Twitch. Elmondom neked, nem szar a Twitch. Nem szar. Arra találták ki egyébként a Twitch-et, hogy streameljenek, streamelésre találták ki a Twitch-et, a YouTube-ot meg csak videók feltöltésére, hogy nézegessék a... Be lehet állítani a Twitch-en is azt, hogy ne... Oké, bocsánat. A YouTube-ot tényleg csak arra találták ki, hogy a videókat feltöltse az ember, és videókat nézni, nem live-olásra. Ez a YouTube-nak egy olyan... bazza, ami... nem. De csak azért, mert a Twitch nem annyira hírhet Magyarországon, mint a YouTube. Na neki még. És hova akarsz menni, gamer? Közben kéziféket is kiengedjük, és...
beállunk a megállóba. Én nem azt mondtam, hogy most gamer, kicsit rosszul értelmezted a dolgot. Én nem azt mondtam, hogy te is gyere át oda live-olni, hanem... Ne ugráljál! Jó van, tököm. Tököm, ilyenkor gyere be, minden faszom hiba. Hol az a... Itt ez a szutyok játék. Oké, és oké. Na különben mindenki maga dönti el, aki live-ol, hogy hova szeretne live-olni. De én át szeretnék menni oda, és aki perpill van itt nézők, azt próbálom átizélni, hogy ott nézzenek. Mert nekem a Twitch-en jobb live-olni, mint a YouTube-on. Főleg a... Ha GTA-zok, vagy nem tudom... A GTA-t nem tudom elképzelni zene nélkül. Azt zenével, azt avval a legjobb játszani egyébként, belátásom és meglátásom szerint, de ezt a YouTube-on nem tudod megcsinálni, mert ott a zenét ki kell vegyed, ugye a sok copyright miatt. Na ez viszont a Twitch-en, ez per pill nincs. Meg a másik Twitch-en stabilabb live-olni, mint a YouTube-on. Most hova gondolod? Twitch-re? Na jó.
mondtam, mennyire utálom azt a dolgot. Szerintem is az lesz. Addig visszatérek, és akkor a mai naptól kezdve csak Twitch-el lesz a live-ozás. Igen, beszart. Na, úgyhogy Twitch-en visszatérek, úgyhogy ott Twitch.tv